Gyűjteményes kiállítása nyílt a 93 esztendős Meister Kálmán festőművésznek a Körösiben. A művész hitvallása, hogy ne csak önmagának fessen, hanem lehetőleg mindenkinek. És egy célja van, az embereket közelebb hozni egymáshoz. Meister Kálmán itt született Kőbányán, és egy három gyerekes családnak volt a harmadik legkisebb fia, mint a mesébe, és az ő egész élettörténet egy ilyen meseszerű történet. És miután elvégezte a főiskolát, és nagyon híres mesterei voltak, többek között Barcsai volt a tanítványa, kitanult a serfőző mesterséget, és itt Kőbányán helyezkedett el serfőzőként. Majd egyszer csak rájött, hogy sokkal jobban szeret festeni, és visszatért az eredeti körhöz, körbezárult, és azóta folyamatosan dolgozik. Most, hogy 93 éves lett, és egy pici betegségen is túl vagyunk, nagyon izgultunk, hogy a kiállításra itt tud-e lenni, a mester, de el tud jönni. Gyakorlatilag az eddigi számadást hajtottuk végre, hogy minden korszakából és minden témájából, ami az ő művészetére jellemző, a legjellemzőbb munkák itt legyenek. Vannak olyanok, amiket többször is láthattunk, vannak olyanok, amiket nagyon mélyről ástam elő a poros műhely végéből, hogy mit most napvilágra kerüljön, de most együtt láthatjuk ezt az elképesztő életműnek egy szegmensét, egy eszenciáját. És elnézve az itt összeválogatott képeket, milyen fajta pályaív vagy irányvonal rajzolódik ki vajon? Folyamatosan portré, tájkép és egyéb más, főképpen a lovak, virágok csendélet irányába tesz lépéseket. Egy populáris témákon belül keresi meg azokat a ritmusokat, feszültségeket, képen belüli szakmai fogásokat, amitől egy kép jó lesz, vagy nem lesz jó. Egyszerűen a lovaknál is érdemes majd esetleg megfigyelniük, hogy milyen ritmusuk van a lábaknak, holott a néző csak lovakat lát, de hát azok a lovak vágtáznak, milyen ritmusuk van, hogy áll a fejük. Tehát egy kézzeneiség mondjuk például egy ilyen képet megnézni. Mennyire lehetett ezt a fajta ritmust követni az elrendezésében a képeknek? Hát igyekeztem ezt a ritmust én is tartani a képeknél, a képek felrakásánál, sűrűbb, ritkább, nagyobb és kisebb képeknek a ritmusát, és egy-egy témát összerendezve, és érdemes majd megnézni ezt visszatérve ezekre a lovakra, ahol az a ritmus világ egyszer csak visszajön az erdőben, az erdőknek, a fájnak a ritmus világával, és nem véletlenül kerültek ezek egymás mellé. Vagy például ez is érdekes lehet, talán rácsodálkoznak többen, hogy Kálmán bácsi rendszeresen összerántotta a kőbányai művészeket egy-egy kerti partira hosszú évtizedeken keresztül, és ezeknek a kerti partiknak ma már kevés élő szereplője van, de azoknak az egyik emléke itt lóg a falon egy festmény formájában. Egyébként Kálmán bácsi volt a legelső művész, aki a meginduló ebben a házban, akkor még Pataki Művelődési Központ volt, a meginduló Pataki Művelődési Központban kiállított. Itt volt az első kiállítása 76-ban. Nyilván nehéz egy-egy képet kiemelni, de hogyha ki lehetne emelni, melyik az, amelyik a legközelebb áll a szívéhez? Ez a hármas triptihon, ez valami különös kísérlet és útkeresés, és ez gyakorlatilag a Várnusz Xavérnak a papája, és maga Xavér is megjelenik a festményeken, vagy a képen. És ez szerintem formailag is, meg egész képi világában is egy új irány. Mondják, hogy 9. Piusztól megkérdezték, hogy mikor ilyen 88 éves volt, hogy mit tervez 90 éves korára, és hogy tervezi esetleg, hogy tovább is pápa marad, vagy esetleg mi van, ha eléri a 100 évet, és akkor annyit mondott Pius pápa, hogy hát Isten végtelen hatalmát ne korlátozzuk ilyen egy-két évekre, úgyhogy mi is így vagyunk, hogy Kálmán bácsi most 93 éves, de úgy tervezzük, hogy a következő 60 évben is sűrű kiállítónk lesz. Most lesz a kiállítás megnyitója, de hallottuk, hogy nem olyan régen egy kicsit gyengélkedett. Mesélne erről egy kicsit? Hát elmentem arra az útra, ahonnan sokan
már nem tudnak visszafordulni. Úgyhogy teljesen elment a levegőm, tele ment a tüdőm vízzel, úgyhogy rohamentőt értem, és időben odaértünk. És legyőzte a kaszást, azt mondta. Pofán vertem. Olyan szemtelen volt makacsul, engem hagy békét, van még feladatom sok. És megértette, hogy haladékot kaptam. Dr. Rossi Miklós, azt nem ismerős, több kiállításomat nyitott meg, és ő mondta azt, hogy én vagyok az örök festő, és minden témát megtanálok. És ez így van. Én azt hiszem, hogy látni egész év vegyes, mondjuk a témakör. Én szeretek ezt is, azt is festeni, mert minden forma és mindennek ott van a színe, amire a festőnek szüksége van. Nagyon fontos meglátni a témát. Hát, ha valaki nem tudja meglátni, akkor ne csinálja. Csináljon más. Hát, annyi, hogy mondjuk feladat van az életben. Válogatni lehet. Ez ilyen egyszerű. Hosszú évtizedek óta fest. Meg lehet fogalmazni? Nyilván időközben lehet, hogy ez változott, de mi az ön művészi hitvallása? Mi az, amiben igazán hisz? Ne csak öncélúan festek magamnak, hanem az embereknek is, akik körülvesznek, és akiket érdekel, és esztétikkel valamit érezne, hogy ezek egy hozzátartoznak az életéhez, mert meg tudják tekinteni, egyet kiválasztanak, ami jobban tetszik nekik, stb., és ez már elég. Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, elsősorban Kálmán bácsit, de a jelenlévők között a szomszédokat, barátokat, pályatársakat, a volt szomszédokat. Nagyon sokan érkeztek ide a város különböző pontjáról, Szűkkőbányáról, szűk városszéli terepről, vagy kertvárosból, ahogy mostanában nevezzük, de a tágabb Kőbányáról is. Ez már nagyon sok mindent elárul. Elárul, hiszen egy ilyen kiállításra, ha így sokan, így sokszínű módon eljövünk, az valamit jelez. Valamit jelez, és ennek az életútnak, az életszakasznak ezen az állomásán biztos, hogy ezt a figyelmet, ezt a tiszteletet meg kell, hogy kapja Kálmán bácsi. Mikor legutóbb egy kiállítás megnyitóján jártam, az a Stefánia palotában volt, és próbáltuk felidézni a címét annak a kiállításnak, talán az volt, hogy ez bizony 90. Igen, körülbelül igen, van, aki ráerősít, Kálmán bácsi is ráerősít, ez bizony 90, ez bizony a 93. Igen, ez a 93, és hát akkor hallottuk, hogy készülhetünk a következő időszak kiállításaira. Kíváncsiak vagyunk még arra, hogy mit tartalmaz az az életút, amely Kálmán bácsinak az életútja lesz. Megvallom őszintén, hogy kicsit készültem. Éveket nem számolunk, de hogy villanyhegesztő, asztalosinas, fölírtam egyébként, csak ezt írtam föl, ezt olvasom. Fűszeresinas, kertész, fémöntő, villanyhegesztő, mérlegkészítő, szabóinas, serfőzőinas, és itt abba is hagyom, hihetetlenül gazdag. Azt gondolom, hogy nagyon színes, és sok-sok tapasztalatot, élettapasztalatot adó életút, és nem beszélünk a fogságról, a táborról, a lágerről, és minden egyéb olyan szomorú eseményről, amely ezt az életutat keretezi és összefogja. De egy dologra biztos, hogy ez a nagyon gazdag életút nagyon sok tanulságot hozott, és ebből mi nekünk nagyon sokat át kell venni, és meg kell tanulni. Kevés olyan ember él közöttünk, aki ennyi mindenhez ért, aki ilyen polihisztor, aki egyszerre tud verset írni, családregényt írni, festeni, rajzolni. De vajon ez az igazi gazdagság, amit kaphatunk Kálmán bácsitól? Nyilván ez hozzátartozik, hiszen jó olvasni a verseket, nagyon jó volt hallani az előző verset, nagyon jó körbenézni a kiállítóteremben. De Kálmán bácsi ennél sokkal többet adott nekünk. Kálmán bácsi az az ember, aki egy igazi közösségépítő, kohéziót teremtő, erőt adó személyisége Kőbányának. Azt is mondhatnánk, hogy egy személyes civil mozgalom, egy személyes civilség messze többet ad, mint sok-sok-sok százfős szervezetek.